Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és egy Nézzünk Bele epizóddal készültem a mai nap folyamán. A Bus Simulator 2016-ot fogom kipróbálni. A játék, mint látjátok, magyar nyelvű, és 2016 március 2-án, közben kinézek a jegyzetemre, jelent meg. Elég vegyes egyébként a megítélése a Steamen. Sokan írtak róla jót, sokan írtak róla rosszat. Olvastam is róla elég sok rosszat, főleg az optimalizációra kipróbáltam már egy picit, és tényleg azért meglepő frame per szekundumot tud produkálni jó gépeken is, az enyém is olyan gyenge gép, és itt is azért a 30 frame per szekundum környékén mozog, úgyhogy optimalizálni nem tanultak meg a németek, mert az valami német fejlesztők által készített program. Igazából egy ilyen kis egyszerű szimulátor, gyakran jönnek ki ezek a banális dolgokat feldolgozó szimulátorok, amik nem feltétlenül jelentik azt, hogy ez most egy rossz program lesz. Vannak egész kis üde színfoltok is köztük. Ennek is egyébként maga az elgondolása nem olyan rossz, mert nem csak egy egyszerű buszszimulátorról van szó, ahogy tehát vezetni aztán annyi, hanem igazából menedzser is ez a játék, tehát menedzselned kell a saját buszos vállalkozásodat. Ez teljesen jó is, tehát buszvezetőket vesz fel, buszokat vásárolhatsz, amellett te sofőr vagy a saját cégednél, amit igazgatsz is. Tehát így jól hangzik ez, és a maga a cégirányítás sem bonyolult benned, lévén, hogy magyar nyelvű, még egyszerűbbé válik a dolog sokak számára. Úgyhogy nem rossz próbálkozás, ez lehet, hogy majd közben frissítik, aztán az optimalizáció is kicsit meggyógyul, és akkor minden rendben lesz. De tényleg okkal vegyesek az érzelmek. Én mondjuk billentyűzettel próbáltam ki, most bekötöttem a kormányt, mert hát agylövés volt billentyűzettel, tehát lehetett vele menni, meg is szokta már az ember egy kicsit, hogy hogyan kell rátartani a dolgokra, de ilyen hajtókanyarokat, vagy hát ilyen nagy derékszögű kanyarokat szűk utcákba, az tényleg halálos volt vele, és ugye vonja le folyamatosan a megszerzett pénzt a játékostól, hogyha táblákat, vagy egy netán gyalogosokat vasal ki a városba haladás közben, úgyhogy arra oda kell figyelni, csinálok akkor egy céget. Az azt neve, hogy Scuderia, meglepő módon. A csődöt is engedélyezem, mert igazából annyira nem fontos most. Ja, a töltésidők azok tényleg szépek benne. Nem is tudom, hogy egyébként mit tölt ilyen sokat a játék, de egy a Rustnak a pályabetöltésével vetekszik komolyan. Itt alul megy majd a csík, de még el se indult a játékban. Az elején egy ilyen tutoriál lesz, azt meg is csináljuk szépen, az teljesen jó lesz így a bemutató jellegével, egy ilyen nyugdíjas buszvezető fogja nekem elmagyarázni a saját cégemnél, hogy hogyan kell a busszal közlekedni. Egyébként az egy érdekes dolog, hogy TPS nézetbe kezdődik a játék, tehát nem úgy, hogy bennülsz a buszba is mész, hanem egy TPS nézetbe kívülről van a figura, és akkor el kell sétálnod a buszig, és sokszor kell TPS nézetbe is mozogni a játékba, ami hát úgy szimulátorról lévén szó nem sok értelme látszik így első hallásra, de azért megvan a lényege, mert sokszor ki kell szállni a buszba ilyen elhárítani a apró problémákat, amit a játék elénk gördít, mint például beragadt ajtó, vagy hogyha egy tolószékes, mint a képen is látszik, fel akar szállni, akkor az elején, hogyha a buszod még nem olyan korszerű, akkor manuálisan kell kívülről elindítani a rámpát, amin föl tud menni a mozgássérült, úgyhogy érdekes, ilyesmi dolgok, ez teljesen ilyen új újdonságnak számít, ilyen feature-nek ebbe a témába, tehát ez mindenképp egy pozitívuma a játéknak. A grafika az egy kicsit időt múlt már a játékban, de hát sokszor van így ezekben a szimulátor játékokban, hogy el van nagyolva. A busznak a kiképzése, vagy hát a grafikai megvalósítása az egész tűrhető egyébként, majd látni fogjátok, de a tereptárgyak, a mesterséges intelligenciával közlekedő autók, azok nem annyira jól kidolgozottak, illetve hát ahogy közlekednek, az viszont úgy nagyjából rendben van az autók, ahogy közlekednek, már így a Eurotruck Simulatornak az első verziójához képest például, ahhoz képest azért kicsit kulturáltabban meg intelligensebben mozognak az autók, hát itt is egy ilyen hosszabb töltésidőnk van. És akkor itt van ez a Ben nevű csóka, aki végzett a
az aktív pályafutásával, és most átadja nekünk a stafétabotot. Tehát ilyen VASD-vel tudunk mozogni, néha megakad a játék, tehát főleg itt az elején, aztán később összeszedi magát, de hihetetlen, hogy mit bír produkálni így menet közben, tehát maximum grafikán van, van egy ultra is, azon meg még jobban akadozott érdekes módon, úgyhogy de tényleg meglepő, mert nem olyan izmos ennek a grafikai megvalósításának a játékban is mégis képes akadozni. Na mindegy, majd azért lesz valami. Fölteszem egy kicsit a fülesemet is, hogy halljam, hogy miről van szó. Legalább az egyik fülesemet. Azt mondja, hogy akkor hosszan nyomva tartva a jobb klikket lehet ezeket a lehetőségeket így aktiválni. Be kell szállnunk, és akkor bent vagyunk, akkor már, hát itt lehet mászkálni a buszba is, tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy menet közben hátra jössz, de most is egy kicsit megakadtunk, így van. Kicsit összeszedi magát a játék, aztán mehet tovább. Jó, most beülünk ide akkor a székünkbe. El kell indítani a járművet, itt is ilyen jobb klikkel tudunk, meg van ugye kiosztva billentyűs, ott írja, hogy N-nel lehet elfordítani. Első első gyújtás. El is indult, szuper. Elnyitjuk a világítást. Belső világítást is. Oké. Okay. Ja, a fényszorot még egyet, akkor el kell tekerni, oké. Okay. Be kell zárni az ajtókat, az 1-es, 2-es ajtóval, ezt ide kiraktam magamnak az összes ajtó bezárását. Kéziféket is már a kormányra helyeztem, az is megvan, és akkor elvileg ugye az egérrel tudunk külsőnél, tehát aztán illetve a görgővel így ki lehet menni ilyen nézetbe is, tehát itt meg az egérrel tudunk már pörögni, forogni. És elvileg, hogyha minden igazi, akkor most már így működik a kormány is. Kikapcsoltam a feedbacket, mert minden az asztalon van, a mikrofon is, meg a kamera is, aztán nem akarom, hogy itt szétrezegtesse, de így is a középállás az eléggé izmos valamiért, pedig azt is legyengítettem, na mindegy, nem is ez a lényeg. Visszaülök akkor a belső nézetbe. Itt szép halk egyébként, ezt viszont tök jól megcsinálták, hogyha kinyitom az ajtót, akkor elég jó nagy alapzaj van, de ha becsukom, akkor tök jó, hogy elnémul a dolog egy kicsit. Na, akkor haladjunk. Ben meg majd magyaráz nekünk közben. A GPS-en ott lehet látni, mi a helyzet. A kitekintés az egérrel működik, de az a baj, hogy nem nagyon enged elnézni mínuszba. Most kidugom az oromat, aztán sokszor kell így kimenni külső nézetbe. Hát remélem nem fogom szétrázni a mikrofont, és nem lesz zavaró a hang. És akkor itt egyenesen jó. Közben itt vissza is kell állítanom a... Ja, és akkor bekapcsolom ezt a... Van egy olyan, hogy sebességszabályzó, ezt beszoktam kapcsolni, mert ez nem engedő, hogy gyorsabban menjek a megengedetnél, mert akkor aztán mindig megbüntetnek. Na és akkor kitettem ide az indexet, mert az fontos az index, itt vannak a felszálló embereim, ide megpróbálok beállni ebbe a rublikába. Úgy, és akkor sok mindent kell megtennem, itt egyszer ugye meg kell fékeznem. Aztán van egy ilyen fék, amit be kell húzni a megállónál, akkor le kell térdepeltetni a buszt, az így oldalra leengedi a hidraulikát, és akkor utána nyithatom ki az összes ajtót, és akkor beszállnak az emberek, itt lehet látni, hogy szállnak be, de kívül külső nézetből is lehet látni. Közben fizetik a 2,2 eurókat. És akkor zárja be a kapcsolókkal az ajtót, oké. Jó. Visszavesszük az indexet, felállítom a buszt, bezárom az összes ajtót, és akkor kirakom az indexet, ilyenkor megáll a forgalom, tehát így, és akkor a féket is kioldom, aztán akkor el lehet indulni. Ja, ugye már nem kell indexelni. Aztán itt lehet padlógázzal menni, mert most beállítottam ezt a rögzítő, sebességrögzítőt. Következő megálló, és ott felső sarokba, most nem tudom, melyikbe raktam a facecam-et, de talán nem a bal felsőbe. Ott lehet látni, hogy tévé lehet bekapcsolni a sebességszabályzót, de be van kapcsolva nekem.
Ki és bekapcsolás, így van. Ezt be is kapcsoltam. Na tehát, mit akartam mondani? Ja, ott fölül van egy idő, a megállóhoz érkezési időm, az az 1,05 másodperc, vagy perc. Azt kell teljesítenem a következő megállóig, addig oda kéne érnem. Hát ez, hogyha mondjuk túl sok balesetet nem szenvedek el közben, akkor általában sikerülhet, tehát ezzel nincs is olyan nagy baj, de elég nagy a forgalom sokszor. Aztán most itt araszolás lesz, de már láttam ott a távol, meg ott a GPS-en is látszik a dolog. Egyébként tabbal elő lehet hívni a nagy térképet, ilyenkor azt hiszem megáll az idő múlása is, tehát itt látjátok a tabot, és lehet látni a menetrendemet, hogy merre fele megyek, 2-es, 3-as megálló hol van. Később ezeket az útvonalakat lehet saját magadnak szervezni, hosszabbat, körjáratokat, mindenfélét. Azt majd utána megnézzük, most akkor visszatérek a játékba. Jó, hogy itt beakadt, mert így van idő visszatérni. Azt mondja, kapcsold be az indexet, hogy megállsz. Igen, akkor itt már indexelek is. Két felszállom lesz, aztán később már jegyeket is nekem kell adnom nekik. Kérnek valamilyen fajta jegyet. Aztán azt is nekem kell adni, de egyébként pontosan érdemes bepozícionálni, mert különben ezért is levon a játék. Kinézek oldalra, nem szállt ide valaki mellé, mert itt szokták kérni itt az első ülésnél, az első felszálló ajtónál. Meg ott a tükörbe, na itt is van egy. Ja nem, nem állt meg. Elvileg rendben van, most nem kértek jegyet, úgyhogy vissza, bezárom az ajtókat. A letérdeplést is megszüntetem, kioldom a féket, index, és akkor megyek is. You seem like a really nice person. This business needs more people like you and me. Nice people. Na és akkor itt lesz egy ilyen érdekes dolog. Most a másik visszapillantot jó lenne látnom. Ja, táblát talán nem gyalulom le. It was an early shift and some kids were trying to get to school. És ezt kívülről megpróbáljuk, ezt kívülről, hogy látszik ez a forduló, itt lesz egy körforgalom. Na, csak nem sétál neki a buszomnak, jó van, nem? De itt egy nagyon érdekes kanyarívban. Még be lehet venni ezekkel a buszokkal, meg egy idő után meg is lehet majd szokni, hogy ne menjél neki semminek. Tehát szépen sikerült is most. Oké. Okay. Úgyhogy... Úgyhogy azért meg lehet szokni a közlekedést vele, de lehet hibázni gazdagon, még az ember belejön. Jó. És akkor megyünk tovább, egész gyorsan. Időnk 1:47, tehát elvileg még be is érhetünk simán a következő állomásaink. Most itt lesz megint egy szűk jobbos. Jó nagy ívbe próbálok rámenni, úgyhogy a szemközti sávot azért ne veszélyeztessem. Hát így is megvolt a patka széle, de ezért talán nem kapok levonást, mert nem vittem el gyalogost se, meg táblát se valószínűleg, úgyhogy talán ez még így belefér. Most nyomunk egy vastag gázt, aztán megyünk a hármas állomáshoz. Gyakran van, hogy piros is van, tehát ilyen lámpás keresztelődésekbe is beérünk, az ott bajos, mert ott csomó időt lehet szépen elvesztegetni. Na, ez az? Ja, majdnem elhúztam itt a megálló mellett, nem figyeltem a GPS-t. Oké, így ennyi. Akkor fék, letérdeplés, nyitás. Tökéletes megállási pozíciók, az jól sikerült, jól van. Kiállok ide az oldalra, mert itt szoktak felszállni a... Nem? Nem? Senki? Még mindig szállnak föl. Jó. Úgy néz ki, hogy... bezárhatom a dolgot, akkor bezárjuk az ajtót. Beragadt az ajtót, itt olyan az első ilyen generált probléma. Ezeket itt lehet javítani fölül. Ajtó kiengedés, és akkor manuálba be tudom zárni. Csak utána vissza kell ezt fordítani az eredeti állásába, és nézzük a hátsóval, minden rendben van, minden rendben van, jól van. Mehetünk vissza. Igen, mert ezt nagyon veszélyesnek ítéli a játék, hogy nyitott ajtóval közlekedünk. Én mondjuk próbáltam már, tök jó móka ezzel. Oké. Most le vagy föltér? Le. Így, oké. Kiold, index, aztán húzunk is innen.
Kicsi időt vesztettünk, de szerintem nem állunk rosszul. 2 perc 20 másodpercünk van. Lehet, hogy ez a végállomás lesz. Elég gyorsan megyek, nem tudom, kikapcsoltam el ezt a limitert. Hopp, hopp, hopp. Néha patka is van, úgyhogy óvatosan kell az ívvel bánnom. De azt hiszem szólni szokott az öregben, hogyha valami nagyon gázos dolgot mívelek. Úgyhogy még nem szólalt meg, akkor ennek szerint biztos minden rendben van. És akkor bekerültünk a dugóba. Itt lehet szépen veszteni időt. Felraktam egyébként a dudát is. Hallottunk egy csingilingit, nem tudom ez mit jelent. Talán valamelyik utas megnyomta, hogy le akar szállni. Megállásnál célszerű behozni ezt a megállóféket is. Itt lehet nézegetni a turi, vagy a hátsókat. Néha dumálnak is egyébként a buszon ülők, úgyhogy érdemes odafigyelni rájuk. Ki is írja a program, meg néha dumálni kezdenek. Mondják, hogy fáznak, meg ilyesmi, azon lehet állítani, mert alul lehet állítani a fűtést is. Meg lehet állítani a rádió stationt, hogyha a zenét akar hallgatni az ember. Tehát ilyen apróságok vannak a játékban. Ó, hát ezen a piroson így el fogunk késni. Ilyen messze van egyébként az állomás helyünk, hadd nézzem. A 4-es ott van, és akkor 5-ös, 6-os. Hát nincs messze, most már csak egy egyenes választ el tőle, tehát elvileg odaérhetek. És hát itt látszik a város egyébként, lehet zoomolni belőle, tehát elég nagy a városka, amiben dolgozunk. Nem tudom, hogy unlockolható egyébként másik település, vagy csak ebben a városban mozgunk, de sok útvonalat be lehet járni és belogisztikázni. Biztos, hogy érdekes maga a vállalati része is a dolognak. Úgyhogy nem, akkor visszatérek a buszhoz. 1 perc 10, lehet, hogy szépen leketyek az időnk. Egyébként ott jobb oldalt láthatjátok azt a kis vonaljegy, napi, heti jegyes kis valamit, azon kell a jegyeket osztogatni. Majd lehet, hogy a következő állomáson már be is ajánlja Ben, hogy tegyen meg. Akkor majd bemutatom. Na, zöld, oké, mehetünk. Most nézzétek meg, ez az autó is hogy van kidolgozva itt előttem. Tehát ez azért ez 2016-ban, még hát a szimulátor is, vagy mit tudom én, tehát azért botrányos egyik-másik dolog, nem? Meg a házak. Jó, mondjuk a város még így elmegy, így elautózgat, az ember nem is nézi annyira a házikókat, de ezek az autók, tehát... Jó van, itt elsőbségem van, ha minden igaz, és akkor itt a megálló. Hát ez... Ezzel nem lesz gond, ide még simán beértem. Jó, a tolókocsi is nincsen, mert azzal nehéz. Ez lehet, hogy egy kicsit túl ment, de nem baj. Kicsire nem adunk, letérdepeltetjük és nyitjuk az ajtót. Nem, jó a pozíció, azt írja, úgyhogy... Semmi? Semmi. Ugye kírja. Megért. Kér egy diák vonaljegyet, akkor... Ja, és akkor ezt is nekünk kell kitalálnunk. 5 eurót adott, tehát vissza kell adnom egyszer. 60 centet, az 2, meg még 3 eurót. De még ezzel is nekünk kell foglalkozni. Azt hiszem elfogyott. Talán elfogytak. Akkor visszatérdepeltetjük. Becsukjuk. Index kinyom. És már megyünk is. Kinézek egy kicsit a tükörbe. Jó. What a beautiful city. Az öreg már bánja, hogy itt hagyta a céget. Egy kicsit röcögünk itt is. De hát ezt már megszoktuk, ugye? És megint nézhetünk egy gyönyörű autót, gyönyörűen kidolgozott autót itt. Le kell fordulnom, most látom. Nem tudom, hogy milyen tele zöld van, vagy nem tudom, az ott szembe át fog-e rongyolnom, de általában az van, hogy azért nem az van, hogy nekem rongyol az autó, tehát hogyha látja, hogy a sávjában mozgok, akkor lassít, vagy megáll éppen.
Így, Jenny. Kis késésem volt. Vagy hát nem biztos, hogy volt. Nem biztos, hogy volt késésem. De biztos megint jegyet kell árulnom, úgyhogy le is nézek ide. Good morning. Azt mondja, hogy nyugdíjas vonaljegyet kér. Azt mondja, hogy 50-60, ez az 2 euró, és akkor még így visszaadunk neki. Oké. Okay. Pont piros, nincs szerencsém. Hopp. Most aztán király, mert nem látom a lámpát sehol. Még előbbre gurulok, hát hogyha azt oké, ott megpillantottam, jó. Most nem gurul a jármű, de azért behúzom a biztonsági féket. 1.39-ünk van, valószínűleg ez az utolsó megálló lesz. Meg a bemutatónak is akkor ez lesz a végső célpontja. Nagyjából ennyit kell csinálni így közlekedés során a járművel. Most gyakorlatilag mindent végig próbáltunk, egyedül a mozgássérültel nem találkoztam most ebbe az epizódba, az első játékomba, abba volt egy, de az se ördöngős, ki kell szállni, aztán az utolsó ajtó előtt alul van egy gomb, azt mutatja, és a program azt megnyomja az ember, akkor kijön a rámpa, fölgurul, becsukom, aztán utána mehet is tovább a móka. Jó. A sebességlimiter az be van kapcsolva, látom, jó? For me, the best part of this job is just driving down the street, meeting all these interesting people. It's fantastic. Be is álltunk, azt hiszem, 40-nel lehet menni talán. Tell you, this job is a feat of patience. There are people, and then there are people. Igen, amit mond is a Ben, hogy vannak olyan személyek, amiket... Do your job and always keep a smile on your face. El kell navigálnunk, hogyha valami rendbontó személy van, vagy ilyesmi, azokkal is kell foglalkoznunk. Következő megállóhely, Garden Lane. Ez a végállomás is egyben, akkor itt kiteszek mindenkit. A múltkor is itt megtréfált a dolog, mert itt álltak a lámpánál is. Rossz pozícióba tettem ki őket. Mi lenne, ha letérdeltetném már most a buszt? Így tudok közlekedni? Ja, ennyivel is. Na menjetek, menjetek, még 22 másodpercem van, és akkor normális pozícióba tudok állni. Így, mi? Oké. Okay. És akkor mehettek is. Már sokat nem késtem, de 22 másodperc az teljesen korrekt volt szerintem. Na kinézünk a buszból, hogy kiszállt-e mindenki. Múltkor azt hittem, hogy benn maradt egy csóka, azt hátra mentem szólni neki, ezt az öreg Ben volt, aki ott ül mellettem egyébként, látszik a buszba. Itt a visszapillantóban látszik, hogy ott ül. Oké, akkor megvan minden. Bezárjuk a, vagy bezárjuk az ajtókat, visszaállítjuk a térdepelést, elindulunk. És mehetünk is. És most az utolsó feladat, hogy vissza kell állnom a garázsba, végül is a vállalkozásomnak az a színhelye. Lehet még variálni, azt hiszem váltósra is lehet hagyni a buszt, és akkor magam válthatok. De hát ennyire nem voltam mazoista. Ja. Kormány mögötti váltó gombokra tettem ki az indexet. A váltókarra, meg a kézifék, meg a egyéb másik rögzítőféket raktam el. Na, hadd menjek, oké. Okay. Ez az első busz, amit kaptunk, ez nem is egy olyan nagy, gyors gép. Próbáltam úgy, hogy kikapcsoltam a limitert, aztán meghajtottam, hogy mennyit tud menni, hogy meg tudnak-e büntetni, vagy amit még ment 50-nél többet, úgyhogy... Én nem is kísérleteztem vele, amúgy open world, tehát már most így is lehet mászkálni a nagyváros térképén, tehát nem kell vele foglalkozni, hogyha kicsit túrázni akar az ember, akkor itt a tutorial végén már nyugodtan bejárhatja a várost, de úgy nem sok élvezet van benne végül is, tehát semmi extra. Azt mondja, hogy itt lesz egy kanyarom, egy ilyen viszonylag nagy kanyar. Van hely, most alá is szedem.
egy kicsit jobban, amennyire engedi a rendszer. Kicsit fölment a patkára a kerék, de hát úgy látszik, ezt még jobban nagyon be se lehet venni szerintem, mindenképpen patkás a dolog. Azt nem tudom, a csuklós busz az még húzósabb lehet. És itt van a telephelyünk. Nem tudom, ez később fejlődik-e, vagy ez a négy helyes, vagy három helyes, nem is tudom, mindjárt ráfordulok, azt a jobban látszik. Hány garázs hely van, de szerintem három. Nem, négy hely van. Hát, hogy négy helyes, és akkor négy busz tudunk majd behelyezni a garázsunkba. Beállok ide az első helyre. Kéziféket behúztam. Azt mondja, azt hiszem a B-vel lehet leállítani teljesen a járművet, és akkor kikapcsolom a lámpát, meg a belső világítást. Így. Well done. Now, over there is the office. Your office. Kinyitom a belsőajtót és kiszállok. És akkor kiszállok, és akkor itt vége van a tutoriál bevezető részének, és akkor itt látható a... Itt vannak a célok, ezeket el kell érni. Mik vannak itt, hadd nézzem. Ez a város térkép, itt lehet nézegetni. Hát most nem tudom, hogy ez tovább vihető-e még, tehát kifejleszthető-e, vagy feloldható-e még további városrész, vagy városok esetleg. Az majd kiderül. Itt vannak a sofőrjeim. Van egy sofőröm, vagy ő vehető fel talán jelentkezés. Jó, a jelentkező, itt meg a sofőrjeim, tehát ő egy jelentkező, akiket lehet szerződtetni. Itt a busz, ez az egy van, jelenleg. Testre lehet szabni, egyelőre az csak színekről szól, de most itt az első részen talán még az se engedi. A statisztikák, feloldott negyedek, ja. Ez a multiplayer rész. Állítólag van egy coop mód is, nem tudom egyébként hogyan lett, talán úgy, hogy egy vállalkozásban több multiplayer játékos szerepel, vagy úgy tudom elképzelni. Na és akkor itt az első feladatunk az, hogy ezt a városrészben lévő busz kört kell elvégeznünk, és ezért kapjuk meg majd az első bevételünket. Így ugyanúgy lépjük a szinteket, mint a Euro Truck szimulátorban is, tehát így kapjuk a szinteket, azért felold a játék városrészeket, színezési lehetőségeket, tehát ilyen külső módolási lehetőséget a busznál, valószínűleg járműveket is kapunk, meg egy csomó minden feloldás van folyamatosan a játék közben, amiről így tudok már. És gyakorlatilag ennyi a lényege, így vezetgetünk, aztán gondolom, hogy idő után majd a sofőrjénk viszik a boltot, aztán ha akarja az ember, akkor át lehet menni tisztán menedzsel módba is, és csak vinni a cégünknek az igazgatói teendőit, úgyhogy... Aha, és akkor itt van a jutalma, az aktuális célnak egy új ingyen buszt kapunk, tehát még egy buszt kapunk, amiért már fölvehetünk egy sofőrt is valószínűleg, tehát azért... szépen adja a lehetőséget. Tehát ugye maga az alapkoncepció az teljesen rendben van. Egy kicsit a grafika és maga az optimalizálása az, ami el van kicsit rontva a játéknak, de amúgy jó ötlet ez a buszmenedzser szimulátor. És a menedzser része, ami megdobja szerintem mindenképpen, mert maga a buszozás az nem egy olyan hűde nagy élmény. De így, hogy a saját vállalkozásod megcsinálod, és ebből pénzt hozol, ez az mindenképpen annyira motiválja az embert, mint mondjuk a Euro Truck szimulátorban is, hogy a fuvarokat azért végezted, hogy nőjön a céged, vegyél kamionokat, tehát volt benne motiváció szépen ebbe is végül is. Jól van, köszönöm akkor a figyelmet, ez volt a Busz Simulator 2016. Végül is el lehet vele pötyögni, tehát Steamen is láttam, hogy jó pár tizen órákat beleöltek azok, akik pozitívan nyilatkoztak róla. Nem tudom, melyik az a korosztály, amit megcéloz igazából, de a kis nyügeit leszámítva engem is szórakoztatott mindenképpen, tehát én se a legfiatalabb korosztályba tartozok, de ugye elpötyögtem vele szívesen, és egy ilyen kis könnyed játék, tehát teljesen jó kis kikapcsolódást nyújt. Na, hát akkor még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek, próbáljátok ki, aztán írjatok a komment szekcióba, hogy nektek mennyire jött be, hogyha már ilyen megosztott ez a játék. Lehet, hogy a nézőközönségnek meg tetszik, aki a videóimat nézi. Na, köszönöm, sziasztok!